Sziasztok, ez itt a Sztáröltöző. Tudjátok, az a műsor, ahol stílusosan híres, híresen stílusos barátaimat kérdezgetem a divatról, öltözködésről, a munkájukról, az életükről, és közben megpróbálom egy kicsit kimozdítani őket a komfortzónájukból néhány izgalmasabb ruhadarabbal. Nézzétek meg, hogy a mai adásban vajon ki lesz a vendégem. Természetesen nem maradhatott ki az én drága gyerekkori jó barátom Nagy Ervin sem ebből a műsorból, úgyhogy ma vele fogok beszélgetni. Őt nem kell bemutatni, mindenki ismeri, Magyarország egyik legismertebb férfi színésze, legsikeresebb férfi színésze, de az, hogy van-e köze a divathoz vagy a stílushoz, az ma kiderül. 25 éve ismerjük egymást. Nem, a J-Lo lemondta, mert tudta, hogy jövök. Persze, aztán... tudta, hogy labdába nem rukad. Semmi, esélye nincs, ha meglát engem az asszony. Igen. Szóval 25 éve ismerjük egymást. Igen. 25 éves, neked köszönhetem az első olyan szettemet, amivel Dunajvárosból tulajdonképpen kinéztek. Tényleg? Persze. Az melyik volt? Az amikor, nem emlékszel? Akkor, a Griff akkor indult, és elmentünk, ez volt az első nagy stylist munkát, mert ugye 16-18-ig mi együtt színházasztunk, pillanatképek egy bolygóról, abból találkoztunk, és őrült nagy barátság lett, csak elmentek egy kicsit ugye Spanyolországba. Vendéglátóipari, mi, hogy szoktuk ezt mondani? Idegenforgalmi. Idegen igazából drag queen-nek. Mindenki úgy tudta, hogy idegenforgalmi főcske. Csak mi tudtuk, hát hogy ekkora koturnuszokban éjszakánként. Nem volt annyira. Arra költöttem, hogy ilyen nagy platformot szipen. Ennyi, ennyi kell. És akkor elmentünk a Griffbe. Elmentünk a Griffbe, és akkor mert mondtam, hogy egyébként érezted, hogy én nem az a... Nem az a de hát azért neked is akkor még tele volt viszonylag klasszikus cuccal, emlékszem, amikor egyszer felmondtam álltuk a lakótelepen. Igen, Lajos kinyitott utca. A Lajos utcai, nem Havana, de milyen Lajos utcai lakótelep? Persze, és akkor elhúztad, hogy a ruhás szekrényedet, és volt benne, emlékszem, olyan 40 darab öltöny, erre emlékszem. Mert akkor még idegenvezető voltam, és ott csinosan kellett öltözködni, el kellett játszanom, hogy egy rendes fiú vagyok. És akkor azt, hogy ott, igen, emlékszem, hogy megnéztem, mert nekem azt hiszem volt 3 pólóm, 4 gatyám, és így mondtam, ez szép teljesítmény. És akkor de érezted, hogy én is én egy klasszikusabb vonal vagyok, és akkor elmentük a Griffbe, és ott emlékszel egy ilyen francia kockás, ilyen, akkor jöttek be, az marha menő voltak a Magyarországon, ilyen vajszínű, ilyen csont és bézs. Igen. Ilyen francia kockás zakot vettünk, és mondtad, hogy legyünk őrültek, és alá pedig egy ilyen szintén csak kék kockás mellénke, drapnadrág, vette, azóta képzeld meg, van az a cipőm, amit akkor olyan vettünk. Igen, egy ilyen gyönyörű, varrott, középen ilyen elvágólagos, meg a mai napig annyira klasszikus, ilyen olasz cipő. Most ez szépen bekopott, ilyen jó kis vintage lett. Most már tudod, ilyen, a 25 év talponjárás azért nekem is csúsztatja szét a lábamat, szóval szorít már rendesen. A világot jelentő deszkák. Annyit tapottam a kis csüggyeimmel. És ami nagyon-nagyon vagány volt, az, hogy vettünk egy kék pöttyös nyaksálat. Tudom. Tudod, a sárkészít a mai napig a régi posta utcában. Igen. Ott vettük, azt néztük ki, és akkor... Halálos stíl volt. Irgalmatlan stíl volt. Figyelj, lementem Dunajvárosba egy a haveromnak a ballagására, és... Nézd már a nagynak a fia, mit csinál. És ehhez még egy ilyen teknőckeretes szemüveget még lőttem magamnak valamelyik benzinkúton, és figyelj, őrült divatsztár voltam lent Dunajvárosba. Itt önképpen nem akart nagyon szóbálni velem a barátom úgy a ballagáson, hogy nézel ki, normális vagy? Bejöttél! Menj már, legalább vedd le a sálat! Legalább más, a sálat! Más stíló van, igen. És egyébként milyen stíló van Pesten, ha már itt tartunk? Te, amikor jössz, mész az utcán, te mit látsz? Pesten én a férfiakból nagyon kevés. Én azt látom egyébként, hogy van ez a közé... Férfiakat mondjam, vagy nőket? Mindegy. Én a csajokon elképesztő robbanást látok, vagy én azt gondolom, hogy így nyilván bizonyos emberek hatására. Megtörténik egy, tehát hogy szerintem rengeteg, egyre szebbek és szebbek a nők Budapesten, tehát az elképesztő, hogy mindenki hogy ad a, ugye a bodyra, meg hogy nem hízunk el, meg nincs olyan kaja, meg nem tudom. És elhízunk? Alapvetően belülről jön tényleg ez a fajta, oké vagyok magammal, és akkor oké leszek a világgal is. Ez egy hülyeség, amikor azt mondják, hogy egy kövér ember
igénytelen. Nem kell, hogy igénytelen legyél azért. Nem, mert... egyáltalán nem. Meg, hát a, meg az ápoltság, az arc, a bőr. Tehát hogy ezek, vagy akár a pedikűr, érted, de ezek annyi mindent dobnak, nem tudom. Tehát hogy egy ápolt nő szerintem az mindig egy ilyen nagyon pozitív benyomást tud tenni kilótól függetlenül, ha valaki ápolt. Nekem azt hiszem fontos az ápolt. Az ápoltság fontosabb, mint az, hogy valaki marha vékony vagy teltebb. És akkor azt mondta, hogy a nőkön látsz egy ilyet? Ott látok, férfiaknál is van szerintem egy erős elmozdulás abba az irányba, hogy ugye megjelentek azok a márkák, ez a középkategória, amit mindenki kb. Meg tud fizetni. A fiatalokon nagyon látom ezt, hogy így onnan, és abból inkább több. Egyéniségeket nem nagyon látok. Én az olaszokat hiányolom Magyarországról. Uh-huh. És a művészvilágban pedig emlékszem arra 2-3 csávóra, aki a mai napig azt gondolom, hogy elképesztő módon jól öltözik. És én egyébként nem vagyok egy piperkőc alak, de kifejezetten vannak pillanatok, amik, mint ahogy a Márai írja ugye a füveskönyvében, hogy vannak pillanatok, amit az öltözködésünkkel megtisztelünk és szentségi emeljük. Tehát, hogy van, amikor föl kell tudni öltözni. Én ezt vallom, én nem minden nap nézem, oké, bírom, hogy van rajtam egy ilyen kis sárga, ez aranyos, de úgy érted, hogy néha tök szakadt pólóba jövök, de vannak másodpercek, amikor csajommal elmegyek valahol, most megünneplünk valamit. Ahogy az öltözködésem, mert inkább arra használom, hogyha úgy benézek a ruhatáramba, hogy bizonyos pillanatokat felemeljek vele. Uh-huh. Inkább ez a típus vagyok. De ez lehet hétköznapi pillanat is? Ez lehet. Például a tegnapi nap az ilyen volt, megünnepeltem, hogy összejött egy szerepet, megkaptam, és akkor... Elvitted az asszonyt vacsorázni. Nagyon csinos volt egyébként az Alexander. Alexander, ez nagyon csinos volt, mert mondtam, hogy a Szél Tamáshoz megyünk, mégiscsak étterem. Tehát, hogy mi már én nem vagyok egy olyan... Én érdekes, 21 éves koromban, nem 21, 28 voltam, és az Orlai Tibor azt mondta, amikor így egyszer már bejöttem olyan halálszakadt pólóban, és szartam, hogy mindenre a világra, és az ember tud, hogy idő után hát még olyan a body, hogy miért, tehát még ellensúlyozod mindenre, nézhet ki, ahogy akarsz, hogyha napban nyitotta vagy éppen. És így mondta, figyelj, Ervin, nem szoktam ilyen, de most már erre kezdjél létszeres figyelni, most már nem teheted, mert megszólnak azon, hogy ja, gyermel, én is így jó vagyok, akkor így is király vagyok, jó lett így nekem. És most már eljutottam oda rá 20 évre körülbelül, nem 20, de mondjuk 12, hogy tényleg megnézlek, annyian ismernek, szóval ez egy picit úgy föl kellett. Viselkedek. Van olyan ember, akinek adsz a szavára ilyen téren? A művészvilágban azért nálunk, mivel állandóan jelmez van, azért van ebben ilyen elbújás. Ezt akarom mondani, hogy ugye a hollywoodi sztároknál is van ez a direkt hanyag, direkt topi stílus, mert hogy majd kiöltözöm, amikor a Red Carpeton vagyok. Én azért ezt nem így gondolom. Tehát én azért azt gondolom, néha magamnak esik jól. Tehát az én szívemnek, hogy én nem tudom, például nekem egy zakó, vagy egy öltöny, vagy ne vagyis. Tehát, hogy ha fölveszem már, ha azt gondolom, hogy most egy jó nap van, akkor azt akarom, hogy az úgy álljon, hogy megforduljanak, és azt mondják, hú, az művész úr, jó tartja magát. Na. Jól néz ki. Alexandra szokott kritizálni? Mindig megkérdezem. Mindig így elé állik, és azt mondom, most ez jó lesz? Jó, nem, nagyon jó. Biztos? Mondom, biztos. Mindig megkérdezem. Tehát, hogy együtt indulunk el valahova, akkor abszolút felteszem neki a kérdést, de ezt ő is megteszi. És te vissza, na ezt akarom mondani, hogy te visszafelé? Vissza a verza. Megmondod neki, hogy kicsi most ez nem? Azt mondom, hogy például nálunk nagyon szerintem az egy fontos dolog, hogy hova megyünk. Aha. Tehát, hogy mit mondjak, megyek találkozni, tehát az, hogy mondjuk, hogy öltözök fel, szerintem az, hogy megy be a reggelibe, vagy jön, ha ide jön, az már egy sokkal emeltebb dolog, mert itt divatról lesz, tehát mindig az orientáció, de ha mondjuk nem tudom, tehát hogy megyünk a katolikus lányok egyletének a nem tudom bájára. Oda azért föl kell öltözni. Az azért, ugye? Nem, de hogy ha azt érzem, hogy például egy TED beszédet, azt egy sokkal visszavonultabb, tehát ott a gondolatok és a speech számít, nem pedig az, hogy itt az nem divat bemutató. Például emlékszem rá, direkt mondtam, hogy le. Aha. Ne azt nézzék egy másodpercig se. Minél kevesebbet, aha, hogy a testedet azt bújtasd el, mert az agyad és a gondolataid és a személyiséged a fontos. Kell-e valamilyennek lennie egy nőnek, és valamilyennek lennie egy férfinek? Mit kell megmutasson? Eredetinek kell lenni. Nekem ennyi. Eredeti. Az szakmámból jön. Én annyi fajtaféle színésznőt ismerek. Most csak, hogy az én... Mondjuk a drága Törőcsik Mari, aki ugye nemrég ment el, tehát ő
70, amikor mondjuk a Szent Györgyben a nagyanyádat játszott. Emlékszel arra, amit mondtam annak kapcsán? Nem emlékszel? Vagy de csak szeretném elmondani. Hát szerintem az egyébként egy francia tervezésű fekete egyberuha volt, ha éltél már a minimál. Szerintem Chanel volt. De meg nem mondtad, van, tehát 14 fekete ruhát, akkor az olyan jó. De nem az volt, no, az a Chanel. Igen, igen. Hanem ilyen teljesen rejtőzködő Chanelka, és mellé felvet egy elképesztően ízlésű, szerintem magyar tervezésű tűzzománc övet. És hát ott ő akkor már úgy rendesen benne volt a korba, és akkor jöttek a kis színésznők, aki, és egyszer csak tényleg az anya királynő, a kis törékeny, kis galam testével, úgy megjelent, fölvette ehhez azt hiszem egy ilyen elképesztő magas sarkút, és így leesett mindenkinek az álla, miközben ő egyébként ő nem volt erő, de azért mindig úgy volt, ugye volt a Törőcsik Mari napszemüvege, volt a Törőcsik Mari sájai, tehát azért mindig a kis fekete, szóval hogy mindig ugye volt az, amikor ilyen turbánba volt, Sota Irén ehhez hasonló valami igen, volt, az is volt, tehát azért a Törőcsik megjelent valahol, azt rögtön tudtad, hogy valami olyan attribútum mindig volt rajta, ami őt meghatározta és különbözővé tette. Én aztán van ez a, ugye nálunk azért van ez a, hogy kicsit bölcsészebb irányvonal. Igen, a magyar művész életben azért sokáig sik volt a direkt... A direkt elöltözés. Úgy nem látszik a testünk, hogy ez a kicsit bölcsészlányosok vagyunk, mert mi a gondolatok mellett is a nőiségünket azért eldugjuk, de azért az az igazság, őszintén szólva, tehát a mi szakmánkban azért, tehát a női-férfi megkülönböztetés, az bármi, a két energetika, hogy létezzen, az nálunk nagyon fontos volt. Tehát a férfi-nő témát orvaszájba dolgozzuk fel, tehát mi ebben dolgozunk, ezért ennek a diskurzusa, tehát az állandó feszültségben levéséhez tudni kell a két nemi végpontot játszani. Tehát ezt erre képesnek kell lenni, mert a világirodalom 95%-a arra van írva. Nekünk a férfi energiák működtetését, vagy a női energiák működtetését, nekünk ezt alapból tudni kell. És onnantól kezdve a kreativitás és minden egyéb más, vagy értelmezés tud minket balra-jobbra vinni. Azt azért tudni kell. Ez olyan, hogy a sebésznek tudni kell műteni. Tehát, hogy azért azt meg kell tudni, aztán, hogyha érdekli, akkor át tudja magát képezni, és tud benne csúszkálni. Igazán jó színészek, a számomra igazán nagy színészek, mindig elcsúszkálnak a szerep körül. Nézd, Matthew McConaughey, érted? Tehát, hogy mi minden történik vele, pedig egy üres fejű szép fiú volt 30 évig. De valószínűleg ez abból is adódik, és lehet, hogy ez, amit most mondasz, ez milyen tök jó lenne, hogyha a civil életben is tudna működni. Tehát akkor, amikor a Jung azt mondja, hogy animus és anima van mindenkiben, tehát férfi és női energiák, töltések vannak mindannyiunkban, tehát bármilyen is a biológiai nemünk, hogyha ebben egy kicsit szabadabban lehetne keresgélni. Ugye a színészeknek az a nagyon nagy előnyük, hogy ők arra vannak predesztinálva, hogy keresgéljenek, és az nem baj, hogyha ilyet és olyat is találnak egy szerep kedvéért. Hogyha ezt a civil ember is sokkal szabadabban megtehetné, lehet, hogy sokkal kevesebb ilyen fal, gyűlölet és harciasság lenne, nem? Bele vagyunk maradva 30-40 évvel, majd a mi demokráciánk is oda jut. Tehát amiben vagyunk, azért ez egy ilyen kacsaúsztató, de demokrácia kacsaúsztatója. Ebbe itt tapicskolunk itt még. Tehát ez mire így kirúgja magát, és ugyanolyan lesz, mint nem tudom, egy Hollandiába, Belgiumba. Lehet, hogy soha nem lesz olyan. Lehet, hogy mindig lesz, kicsit zárkozottabb lesz a mi társadalmunk, és mindig lesz mindig egy érzékenyítés, hogy menjünk afelé. Lehet, hogy ez sokkal hosszabb harc lesz, mint Európában, vezető kérdése, sok minden kérdése, anyagi jólét kérdése. Szerintem le vagyunk ebben maradva, nekem meg az a művész ideám, hogy a művészetemmel azt szolgáljam, hogy elfogadók legyenek az emberek. Egyébként, hogyha, tehát tényleg ez egy... Hát hiszed, a művészek fölraknak mindent a színpadra, nem? Hát igen, meg tehát, hogy mi mindig az van, hogy mi ne védjen meg azt, akit teljesen jogtalanul bántanak. Nekem ez egy nagyon alapvetésem. Én ezt nem tudom, én Wenner Tibor körút 17-ben Dunai Városból hozom, ha bántanak valakit, akkor, és jogtalanul, akkor mellé állok. Ugye egy színésznek azért
Az egyik legfontosabb segítője az a jelmez. Igen. És ti azért egészen másképp viszonyultok a ruhákhoz, mint a normál emberek, hiszen nektek komoly építkező bázis az, hogy egy jó jelmeztervező, egy jó jelmez mit ad hozzád? Rengeteget. Ez a magánéletben is így van? Tehát, hogy változik a karaktered a ruhától, vagy pedig nagyon tudatosan próbálsz valami egyszerű és direkt kommunikációt csinálni a ruháddal? Ha valahova megyek egy fotózásra, megyek nyilatkozni valahova, megyek egy könyvbemutatóra valahova, mindig marhára átgondolom, hogy a ruhám valamit még jelent. Ha kell, akkor olyan szín, ha azt érzem, hogy van egy bohém. Ez a jelmezeknek a hatása, nem? Tehát, hogy hozzá vagy szokva ahhoz, hogy egy jel, egy ruhajel, az valamit pluszt adhat, vagy elvehet. Abszolút. Tehát tudatosabban használod. Persze, hogy ez, az abszolút van, hogy ezt nem veszem föl ide, mert ez, tehát kontextusban helyezem mindig a dolgokkal, a körülöttem történő dolgokkal a ruhámat, ez valószínű a színházban jön. Hogy ilyet ez nem hord, ez nem vesz föl, erre az alkalomra nem úgy lépek oda, ez ne legyen itt rajtam, fejlődjön, itt forduljon, itt már ez már van pénze, már ezért legyen szebb. De itt is oda jutunk vissza, hogy a civil életben ez tök hasznos lenne. Tehát az, amit én állandóan mondok az én vendégeimnek, hogy tudatosan öltözködj, ez valami pont ilyenfajta tudatosság, hogy tudom, hogy ez egy jelrendszer, ugye a színházban ez egy teljesen egyértelmű jelrendszer, a civil életben az embereket rá kell vezetni, hogy ez ugyanolyan jelrendszer, és ezt tudatosan kell használni. Hát igen, kicsit... Nyilván velem azért az van, hogy velünk sokkal több dolog történik. Tehát, hogy nevezzük azt, hogy mi mondjuk ilyen sztárok vagyunk itt Magyarországon, és hát sok dolgunk van, sok helyre kell menni, de például ökumenikusokhoz megyek, mondjuk tűzifát, érted? Nyilvánvalóan, és nem veszem föl a... Még ha semmi újban nem megyek. De nem azért nem, hanem azért, mert nem akarom, hogy a hatály, és ez nem egy álságoság, nem akarom zavarba hozni esetleg azokat a szegény embereket avval, ahova éppen viszem az ételt, hogy ők azt látják, hogy nekem mennyi. Tehát ebben van egy ilyen szociális érzékenység is, hogy azért nem, ebben van olyan, nem szúrom a szemét a másiknak, hogy nem akarom avval szembesíteni, hogy neki nincs. És akkor erre figyelek. Na most kérem szépen, ha ezt ilyen szépen megbeszéltük, akkor egy időutazásra hívlak téged, drága Ervin. Ajaj. Annyira öregek lettünk, hogy már tudunk időutazni. Tudunk időutazni, átmegyünk a másik szobába, és mutatok valamit, jó? Jó. Na hát ígértem egy időutazást, ugye az első igazi styling munkám az hozzád kapcsolódik, mert fölhívott, hát az már mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, hogy egy kokain dealert kellett játszani. Félszemű kokain dealert. Félszemű kokain dealert, úgy ismertem meg a Dorkát is, a Grillus. És azt mondtad, hogy nem voltál megelégedve. És egy bundát. Úgyhogy az nem mondjuk ki, ezt ki fogod sípolni. Akkor még hordtam bundát, oké, én vállalom a múltamat, akkor még volt rajtam igazi szörme bunda, azóta ezt már nem hordom, viszont azt gondoltam, hogy akkor az öltözködést kezdjük, ami hasonlóval, úgyhogy hoztam neked. Ez az kicsi, ez az, finomba. Egy ilyet. Úgyhogy légy szíves, adok hozzá egy nadrágot is. És azt hiszem, hogy kopasz is voltam. Igen, ebbe bújjál bele, légy szíves. Ez nagyon kemény, azt hiszem, kimaxoltad a bundát most, egy időre. Nagyon tetszik ez a rapperes boxolós vonal. Rohadt nagy ereje van, nem? Tehát, hogy egy tömeg. Tudom, miért tudom, mi jutott eszembe? Ragozsinnak volt, csak ilyen feketéből. Életem egyik fontos szerepe volt a Ragozsin a félkegyelműben, és az volt, hogy volt egy akkora bundája, amivel tudod... A szibériai medve, hogy megjött a... Vaszijevszki szigetekről, érted, és átjött az egész tundrán, és így megérkezett, és azt mondta, hogy ez itt mennyit, 100 000 rubel, és akkor így lerakta Nastasia Filipovnának, és emlékszem, hogy tervezett nekem a füzéren egy ekkora bundát, de ez még nagyobb egyébként, mint az volt, és végig azt használtam, tehát az a bunda volt a fő kellék. Hát kellék is jelmezés, mert mindenre le lehetett a hullát takarni bele, és abba lehetett, hogyha ha berugott, abba tudott aludni, de a bunda olyan volt, mint a bunda az egy erő. Igen. Vannak bizonyos ruhadarabok, amik erőt sugároznak, és uralkodást és fölött előtett, hogy ez ilyen egyébként, tehát hogy ezt sugalja az emberről. Na most, ha valami erőt vagy fontos dolgot sugározhat, az az olimpiai formaruha, és ugye olimpiai lázban égünk. Hát, úgy...
égegettünk. Tehát ez olyan kicsi ez az olimpiai ránk most, de... Hát de, meg, de lesz, pontosan, lesz, reméljük nem lesz semmi baj. Pontosan, úgyhogy én megmutatnám neked a Nubunak a formaruha kollekciójából a bomber jacket, meg a nacit, meg a kis zsákot. Te emlékszel arra nagyon világos zöld pólóra? Meg igen. Erről? Én attól, abból szeretnék, hogy néha látok így embereket, nem tudom hol lehet, hol van ilyen retro ruha volt. Nekem az volt a kedvencem, azt sajnálom, hogy abból nem kaptam sose. De egyébként szerintem nyugodtan lehet keverni, hát minden lehetne keverni. Persze. Tehát az az érdekes, hogy ez a dolog a kreativitásról szól, és arról, hogy átírunk valamit, nem egy az egyben megmutatunk. Meg nincsen bajom, hogy valaki egy bizonyos részén egy az egyben azt mutatja, és viszi tovább azt a tradíciót, de mindig annyira érdekes kevergetni. Na keverd fel magadra! Keverem magam. Egyébként azért is tetszik, mert soha nem hordhattam, miközben sportoló voltam. Én atlétizáltam, és én nemzeti színű mezt soha nem hordhattam, de gyerekkoromban egyébként az embernek, aki sportoló, meg futballista, azért mindig szépen, valahogy nem? Benne van az álmában, hogy egyszer a nemzeti szint magára öltse. Hogy érezted magad? Figyelj, azt az igazság, hazavinném ezt a drabot, ha lehet. Tényleg, nagyon tetszett. Szólunk a Nubu tervezőjének. A tervezőjének. Ennyi. Hogyha már időutazásról beszéltünk, és a bundával kezdtük, és sportruházattal foglalkoztunk, és folytattuk, hajrá magyarok! Akkor, mivel az első igazi öltönyödet is én választottam neked, ezért... Az utolsót is te akarsz! Ez legyen most... Nem. Legyen az utolsó! Nem, azt gondoltam, hogy és ha már itt szóba hoztad az olasz divatot, akkor... De szép ez is. Akkor legyen egy ilyen navy blue fehér együttes, egy gyönyörű fehér inger, és rád bízom, a stílus érzékedre bízom, hogy melyik cipőt választott hozzá. Az? Azt kérem. Jó. Sportit nyomnék mellé. Vagy te ne? Az még jobb. Talán, ugye? Talán még jobb, igen. Na jó, hajrá! De jó, hát végül is neked ez a foglalkozás. Ennyi. Na hát, kb. Ilyeneket láttál Milánóban? Kb. Ilyeneket. A jó kicsit jobbakat. Meg jobb képűek voltak a csávok. Meg de feketek. Nagyon jó ez a szed. Na, ez nagyon jó szed. Én ezt nagyon szeretem. És képzeld, én apró kockásom. Mióta ballaktam nem volt valahogy. Már pedig esküvőre készülünk. Igen, pedig szeretek magamnak csinálni. Most kénytelen leszek egyet csinálni. Tehát nem, egyébként én... Mindig azt mondják, úristen, milyen árakon vannak, egyáltalán nincsenek olyan árakon egyébként szerintem a szabók. Tehát, hogy abszolút lehet magára az embernek csináltatni ruhát. Egyrészt munkahelyeket tart fent, de szerintem lassacskán nem, tehát, hogy most már, hogyha ennyire tudatosan vagyunk ezen a bolygón, akkor például mondjuk a munkahely megtartás is ugyanolyan fontos, hogy mondjuk magyar kézművesipart megtartani, szerintem, mert pont a kaciáról beszéltünk, tehát ez egy ilyen fontos szegmens, és szerintem nincs olyan, tehát, hogy nem milliókért dolgoznak emberek. Úgyhogy én csináltattam, amikor voltam egy smokingot magamnak egyszer már életemben, aztán a... Csináltattunk egyszer egyet egyszer a Lakatos Sanyinál. Lakatos Sanyinál, amit a mai napig nem értek, hogy sikerült, hogy egyszer így rám nézett, így lemérte egy a nadrágomat, mondta, hogy jó, majd gyere vissza holnap. Nem tudtam, és a futár küldte ki, Sánkányban mentem filmfesztiválra, Kameleona, és kivittem zacskóba, úgyhogy nem próbáltam azt fel. Azt se tudtam, és mondom, így bazzeg. Benne volt a szansz, hogy Sánkányba kell valami. Fölvettem a szállodai szobámat, és mint hogyha rámentették volna. Sose felejtem el, milyen. Ez is olyan, ez elhagytam, meg egy jó kanészi, elhagytad. És utána még egyet kellett csináltatni belőle. A következő programpontunk a vég előtt az, hogy fölteszek neked 5 gyors kérdés, és gondolkodás nélkül 5 választ kell adjál. Gondolkodás nélkül? Igen. Ez egy másodpercig gondolkodás. Oké, várj, de gyerek. Szerinted melyik volt a legjobb alakításod? Terápia. Melyik alakításodért kaptad a legtöbb kritikát? A legelső, a legbántóbb kritikákat azért kaptam, a Balta a fejbe, 22 éves voltam, amikor eljátszottam. Első debütáló szerepem volt a Katona József Színházban. Le is vették rólam a keresztvizet. Igen. Rendeznél? Nem. Producerkednék. Melyik nemzetközi sztárral szerepelnél egy filmben a legszívesebben? Anthony Hopkins. A filmet készítenének rólad, ki játszaná a főszerepet? Hát Kamarás Iván. Na hát, most egy kicsit én kezdek el izgulni. Van miért? Mondhatom? A te kihívásod jön. Na? Ott van kint egy ilyen nagyon nagy csokor.
nem keverő, virágcsapó, napraforgó, spanyolú szerelmes dal, nekem, most, gyerünk. Hozzám be? És közben énekelj. Jó. Jó? Tú eres la estrella de mi vida, tú eres el cielo y el mar. Tú eres las flores de girasoles y tú eres mi amor de la eternidad. Kérem szépen, ez volt a sztáröltöző, jövő héten legalább ilyen dalos pacsirtaként térek vissza, egy újonnan keresett fantasztikus vendége legalább olyan jóban, mint Ervin, bár ez nehéz lesz. Egy másik dalos pacsirtával, úgyhogy légy szíves és nézzétek a sztáröltözőt, iratkozzatok föl és puszítsók. Ciao! La 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 la